Szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket, és nagyon köszönöm főigazgató asszonynak ezt a vállalást és az erőfeszítést, és egyetértek azzal, amit igazgató úr mondott, hogy mi próbáljuk fentről országosan az elektronikus egészségügyi szolgáltatásokat, az e-egészségügyet minél inkább fejleszteni, és most valahogy itt ezen a sajtótájékoztatón ér össze a két vége, úgyhogy nagyon köszönöm a kreativitást. Kezdem azzal, hogy az adat az életet ment, és ennek több formája van. Az egyiket talán hallották, hogy a mentőszolgálat összes mentőgépjárművén lesz egy elektronikus eszköz, az életfontosságú adatokat egy központi adattárban gyűjtik, és ezeket az adatokat az a riasztó traumatológiai osztály mondjuk, vagy a kardiológiai osztály, ahova a beteget viszik, le tudja tölteni, tehát felkészülten tudja várni az életmentő beavatkozásra azt a beteget, akit a mentőszolgálat visz hozzá. De a mentőszolgálat gépjárművein már ott van ez a csúnya szóval transztelefonikus EKG, ami az EKG jelet, a szív állapotát jelző elektronikus jeleket egy telefonvonalon egy központba küldi be, és segíti a diagnózis felállítását, segíti megmondani, hogy ez csak egy angínás tünet, vagy pedig egy szívinfarktus, célzottan tudja vinni a diagnosztika után a mentőszolgálat a beteget az ő állapotának a függvényében. De menjünk egy lépéssel tovább. Hogyha kellő számú adatunk gyűlik össze, kellő számú elektrokardiogram, kellő számú egyéb vizsgálati eredmény, abból egyrészt új tudást tudunk kikövetkeztetni, másrészt pedig előre tudjuk jelezni a beteg állapotát. Tehát meg tudjuk mondani, hogy mikor van az egyensúly zavarának valamiféle fölborulása, mikor kell beavatkozni, mikor kell megjelennie, nehogy Isten, felülvizsgálaton. És ezzel nem csak egy ilyen science fiction-szerű távegészségügyet tudunk nyújtani, de azáltal, hogy a beteg megkapja a különböző jelzéseket a gyógyszere bevételéről, vagy a visszajelzést megkapja az ő állapotáról, ezáltal az ő részvételét, az ő egészségi állapotával való rendszeres foglalkozását is segítjük. És ezen nagyon sok múlik, mert ahogy főigazgató asszony is mondta, egész Európában megfigyelhető, hogy a társadalmunk öregszik, és a cél pedig az, hogy minél tovább otthonukban tudjuk tartani a polgárainkat az önfenntartásra képes állapotban. Úgyhogy ebben egy nagyon komoly segítséget fog nyújtani az elektronikus egészségügyi szolgáltatásoknak a tárháza, és mi azon dolgozunk, hogy ez minél előbb érvényesüljön az országban. Na most a nagy adatbázisok és a mobil technológia meg fogja változtatni a medicinát a következő 5-10-15 évben, ez egészen biztos. Az okos eszközöknek a használatában előállt egy kritikus tömeg, előállt néhány olyan generáció, aki ezt napi eszközként használja. Képzeljük el, hogyha ezt egy egészségi szenzorrá tudjuk változtatni. Tehát innentől csak egy lépésre vagyunk, a kritikus tömeg előállt. A nagy adatoknak az értékelése. Magyarország egészségügyi nagyhatalom, annyi adatunk van és annyi tisztítható adatunk van, amiből új tudást fogunk tudni előállítani. Úgyhogy Magyarország, őszintén mondhatom, hogy egy elektronikus egészségügyi tudásközpont lesz a következő időszakban, hogyha ezek a projektek sikeresek lesznek és elterjednek. Még nem használtuk ki azt, hogy mi elektronikus egészségügyi nagyhatalom vagyunk, kezdjük kihasználni. Ez az egyik példa arra, hogy egy intézményben is lehet annyi kreativitás és erő, hogy elektronikus egészségügyi szolgáltatásokat vezessen be, még hogyha csak kísérleti fázisban is, de azt tudom önöknek mondani, hogy egész biztos, hogy ide, ebbe a kórházba fél egy éven belül a többi kórházigazgató tanulni fog jönni, hogy hogyan csinálták és milyen lehetőségek rejlenek ebben. A innováció, benn van már olyan Brüsszel közvetlen innovációs pályázatunk, amiben az elektronikus egészségügyi lehetőségeket szeretnénk továbbfejleszteni, úgyhogy intenzíven dolgozunk azon, hogy ez az álom valóra váljon, mert ez jó a betegeknek. Az adat és az elektronikus egészségügy életet ment,
és segít minket abban, hogy a diagnosztikus erőforrásokat például jól használjuk ki. Számos olyan helyen járok, kistérségi egészségközpontban, közösségi egészségközpontban, ahol nincs radiológus kollega, de egy digitális röntgenkészülékkel az adatot a megyei központba küldi, és rövid időn belül magas színvonalú diagnosztikát kap vissza. Arról már nem is beszélek, hogyha ezek a fejlesztések végigmennek az országban, Magyarország egy nemzetközi elektronikus egészségügyi szolgáltató központtá is válhat, ezáltal növelve a diagnosztikus szakembereinek a megtartó képességét. Ha ezeket a szolgáltatásokat mi nemzetközileg fogjuk tudni ajánlani, már pedig erre van komoly kereslet, akkor segít a magyar egészségügy erősödésében. No, nem akarok túl elvont lenni, én is hoztam egy bemutatni valót, hogyha segítenének engem a kollégák. Talán ismert, talán látta, van olyan, aki ez akkor így menni fog valaki tőle, igen? Lehet úgy, hogy én elindítom az alkalmazást, hogy jobb ezeket, talán ismerik a... Talán vannak olyanok, akik letöltötték, igaz, hogy ez csak az egyik operációs rendszerre volt letölthető, az Ipatika alkalmazást, ami egy térképen megmondta nekünk, hogy hol van a legközelebbi nyitva tartó patika, ügyeleti időben, be kell valami, én is ezt használom, tehát amikor járom az országot és keresek egy patikát, mert valamire szükségem lenne, akkor... Sötétet kéne csinálni. Lehet, hogy jó lesz így. Köszönöm, én az egyik fejlesztő kollégának a telefonját használom. Itt látják ezt az egészség alkalmazást, ha erre az ember rádök, akkor egyből látja, van egy egészségügyi intézménykereső, gyógyszertárkereső, a védőnői méhnyakszűrésnek az információ elérhető, tehát fel tudjuk használni a prevencióban. Képzeljük el, hogy egy következő lépcsőben el tudjuk küldeni majd az adatbázis üzenetét annak, aki beállította, hogy már pedig én szeretnék üzenetet kapni, ne csak arról, hogy megvan-e már a mozi jegyen, vagy megérkezett a könyvem az antikváriumba, hanem arról is, hogy mikor kell nekem emlőszűrésre, vagy vastagbélszűrésre, vagy méhnyakszűrésre menni. Itt van a tájékoztató, és van egy nagyon komoly fejlesztési programunk, ami a kora gyermekkori fejlődési állapotát követi a gyermekeknek, a szülő, a családtagok bevonásával, tehát ennek az információja is elérhető lesz. Ez egy kísérleti alkalmazás, néhány héten belül ez elérhető lesz az iOS-ra, az iPhone-ra, az App Store-ban és a Google Play áruházban, bocsánat, ebből kikövetkeztetették, hogy én melyik operációs rendszert használom, hogy a reklámai akar lenni. Tehát mind a két nagy tömegű helyen is lehet, hogy ez is lehetne egy következő partnerségi lépcső. Felírtam magamnak. Köszönöm szépen. Úgyhogy megyünk tovább, és menjünk előre. Itt ebben már nem csak a patikák vesznek benne, hanem a különböző ellátó intézmények. Eddig mennék abban, hogy mondjuk az alapellátást, hogy az ellátó intézményeket hogy találtuk meg. Itt nagyon közel vagyunk az Uzsokihoz, értelemszerűen azt adja ki nekünk a gép. Akkor menjünk akkor a gyógyszertár keresőre. Ennek már emögött már egy teljesen éles adatbázis van. Megnyomtam a keresést, és kirajzolta nekem ez itt a reklám helye, nem, akkor válaszunk egy állami intézményt, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet. Itt kirajzolja nekem, hogy a térképen ez a szomszéd intézménynek a gyógyszertára, és még az útvonalat is, ez egy séta, mint lenne nekünk innen, hogy megtaláljuk. Tehát azt tudom mondani önöknek, hogy néhány héten belül az, ami eddig hosszas keresgélés volt, hogy én hol találok egy ügyeletet, ha egyik városból a másikba költöztem, hol van a legközelebbi házi orvos, vagy én, aki nekem, aki nem is tudom, mondjuk nekem szerencsém van, a feleségem a házi orvosom, de aki 15 éve nem volt beteg, és nem is tudja, hogy melyik ajtón kell bemennie,
ez az alkalmazás segíti megtalálni a legközelebbi ellátót a számára. Tehát azt tudom mondani, hogy azokban az adatbázisokban, amik a rendelkezésünkre állnak, azokban próbálunk életet lenni. Van egy mondásunk, hogy az az adat, amit nem használunk, az egy halott adat. Na most nagyon vigyázunk ugyanakkor az adatvédelemre is. István, mikor lesz körülbelül, mikor lesz elérhető az állampolgárok számára az ügyvédkapunk belül? Ez néhány héten belül, és rövidesen ezt is megmutatjuk. Néhány héten belül az állampolgárok a saját ellátási adataikat, a diagnosztikus adataikat is, egy első körben a röntgenkép még nem lesz letölthető, mert ez egy nagy adatforgalommal jár a dolog, de technológiailag megoldható, le fogja tudni tölteni. Tehát, hogyha a házi orvoshoz megy, költözéskor elvesztek a dokumentációi, vagy otthon felejtette, akkor az ügyfélkapunk keresztül orvosának meg tudja mutatni az adott vizsgálatnak az eredményét. Ezt értelemszerűen idővel tovább csiszoljuk ezt a rendszert, és a házi orvos gépén elérhető lesz, kivéve a szexuális betegs megbetegedésekkel és az elme gyógyászati, pszichiátriai megbetegedéssel kapcsolatos információ, tehát amikor valami adatvédelmi fetisiszta mondja, hogy a nem tudom kicsoda, a valamelyik állami vezető is láthatja a egészségi adatainkat, ez nincs így. Nagyon odafigyelünk erre, hogy ez megfelelő adatvédelemmel társuljon, de elkezdjük használni az adatot az életmentésre, a rendszer hatékonyságának, takarékosságának a segítésére, és arra, hogy hosszabb ideig tudjuk egészségben tartani az állampolgárainkat. Úgyhogy ez megint egy példa. Nagyon köszönöm az Országos Tisztiorvosi Hivatal, amit látják is az ő logójukat, és nagyon köszönöm, hogy az adatbázisokat rendbe rakták, és a fejlesztést végítették. Köszönöm a kreativitást a fejlesztőknek, és azt tudom ígérni, hogy megyünk tovább, ez egy megállíthatatlan folyamat lesz az elektronikus egészségügyi szolgáltatásoknak az alakulása. Még egy dolgot hadd mondjam. Ugyanakkor van egy óriási, tehát az, hogy mi ezeket az adatokat fogjuk tudni használni új tudás generálására, azért azt el kell mondanom, hogy van egy óriási versenyfutás, hogy ezek az adatok közhaszonra használhatók-e, vagy pedig ezek privatizált adatbázisok lesznek. Ennek a jelentősége nagyobb, mint az, hogy magánbiztosító vagy szolidaritási alapú kockázatközösségi biztosító, mert a 21. században az adatokban olyan tudás rejlik, ami az egész ellátórendszert és a medicina gyakorlatát, az ápolás gyakorlatát át fogja értelmezni. Még ebből alig láttunk valamit, mi két szikrát felvillantottunk, az egyik a betegek tájékoztatására, a másik a betegek állapotának a javítására szolgál, de 5-10 éven belül ugyanolyan meglepetések fognak érni minket, mint amikor 1990-ben még lestük, hogy mikor jön a kerületbe a vonalas telefon, ma pedig már az utcákról is eltűnnek ezek a vonalas fizetős telefonok, mert annyira elterjedt a mobiltelefon. Ugyanez a folyamat fog lezajlani néhány évtizeden belül az egészségügyi ellátásban is. Köszönöm szépen a figyelmüket!